metodista családban nőttem föl, lelkész családban, és nem az volt minden vágyam, hogy lelkész legyek, de tinédzser koromnak az elején volt egy Istennel való személyes találkozásom, és megszólított úgy, hogy arra nem tudtam azt mondani, hogy az nem egy rajtam kívülálló személy, és igazából ő, tehát a vele való kapcsolat, az Istennel való kapcsolat miatt döntöttem úgy, hogy Isten teljes időben szolgálom, és hogy neki szeretnék szolgálni, neki szeretném adni az életemet teljes állásban, és így lettem lelkész. 2020 nyarán kerültünk Kaposvárra a feleségemmel és a kisfiammal. Azóta született még egy kisfiunk, és most várjuk a harmadik gyermekünket. Embereket vezetünk Istenhez, és hívunk az Istennel való kapcsolatra. Tulajdonképpen ennek az egyik ága a tanítványság, hogy arra biztatunk, hogy az emberek lépjenek Jézus Krisztussal egy élő kapcsolatba, egy tanítványi kapcsolatba, legyenek Jézus Krisztusnak a tanítványai. Elkezdett minket foglalkoztatni az a kérdés, hogy lesznek az emberek ma a 21. században Jézus tanítványai. És egy olyan módszerhez nyúltunk vissza, tulajdonképpen így a tanítványságot kutatva, meg ezt a kérdést körüljárva, ami a metodista ébredésnek a sajátja volt a 18. században. És ez pedig a tanítványi kiscsoport, vagy ahogy akkoriban hívták, a band, ami egy olyan kiscsoport, ahol 2-3-4 ember, maximum 5-6 ember találkozik heti rendszerességgel, de ezt ők döntik el, hogy az Istennel való kapcsolatuk megerősödjön. És tulajdonképpen ezek a tanítványi csoportok, amiről utána a kutatásom is szól, és én magam is Istenhez sokkal közelebb kerültem ezekben a tanítványi csoportokban. A legfontosabb ebben a módszerben az, hogy Isten az, aki mindannyiunknak a vezetője, ő az, aki felé mi megyünk, és hogy ő a tanár. Tehát a csoportban, a tanítványi csoportban a tanár minden esetben a Szentlélek, és a vele való személyes viszonyunk az, ami számít. A feleségem az egyik tagja ennek a csoportnak. Erre a módszerre az a jellemző, abszolút a mellérendelés, hogy valaki akár elolvasva a könyvet elkezdheti ezt a módszert alkalmazni, úgyhogy Isten szent lelkére figyelve én teljes mértékben ez a tapasztalatunk, hogy Isten szent lelke formálja a csoportot, és közben formál minket is. Miért ez a közösség fontos nekem, mert nagyjából egykorúak vagyunk, tehát kortársakkal tudok együtt lenni, így hetente egyszer, egy nagyon felszabadult közegben, ugyanakkor egy mély kapcsolat jött létre köztünk, tehát egy ilyen barátsággá is alakult, és egyrészt egymáshoz is közel kerültünk, és a tapasztalataink meg élményeink megosztásával Istenhez is közelebb kerültünk. Motivál arra, hogy rendszeresebben olvassam a Bibliát, hogy rendszeresebben imádkozzak. Itt tényleg őszinte lehetek, őszintén megoszthatom azt, az örömeimet, a bánataimat. Nem kell megjátszanom magam, nem mintha máshol meg kéne, de azért az ember csak van egy ilyen, hogy ez a sok elvárás, hogy itt lelkész feleségként pláne, és egy megértést kapok, egy olyan közösséget, ahol tényleg egy szívvel, egy lélekkel együtt vagyunk, és ez nagyon megtartó. Én gyerekkorom óta, konkrétan amióta megszülettem, ennek a közösségnek a részese vagyok, a szüleim itt házasodtak össze ezen a helyszínen, és aztán én is úgymond az öcseimmel együtt ide érkeztem, úgyhogy nekem ez az anya gyülekezetem. Nagyon hálás vagyok ezért a kis csapatért. Pankával imádkoztunk azért, hogy legyen egy kis közösségünk itt Kaposváron, és imáink meghallgatásra találtak. Kaptuk először Ritát, majd pedig Henit. Nagyon hálás vagyok azért, hogy együtt tudunk imádkozni, nem csak egymásért, hanem másokért is, illetve együtt olvassuk a Bibliát, bizonyságot teszünk egymásnak a megtapasztalásainkról, ezek mind csodálatos dolgok. Az alkalom elején egy megosztás történik, elmondjuk az elmúlt hétnek a
főbb eseményeit, akár az életünkből, akár a lelki életünkből. Ezt követően van, hogy Bibliát tanulmányozunk, van, hogy dicsőítünk, énekes imádságot folytatunk. Ha valakinek egy nagyobb lelki nehézsége van, akkor ő érte imádkozunk, őt támogatjuk, ahogy csak tudunk, és rendszeresen visszakérdezünk egy-egy olyan eseményre, egy-egy olyan kérdésre, ami visszatérő nehézség az életünkben. Amilyen kellemetlen elmondani az embereknek a saját nehézségüket, annyira felszabadító is, és hordoz magában egy gyógyító erőt. Az, hogy a nehézségünket behozhatjuk egy körbe, ahol ezt tisztelettel és biztonsággal kezelik. Egyrészt a szociális életemben nyújtott egy erős fogóckodót ez a csoport, másrészt az Isten kapcsolatomban is egy újfajta gyökeret jelentett. Egy erős, tényleg kapaszkodót, egy stabilitást a mindennapokban, az, hogy hétről hétre hoztunk igéket, témákat, és az, hogy hordoztunk embereket. Tehát nem egy öncélú csoport, hogy csak magunkról beszélünk, csak a saját problémáinkról, hanem figyeljük azt, hogy a környezetünkben kik vannak, akik vagy nehéz élethelyzetben vannak, vagy azt látjuk, hogy nyitottak lennének egy megtérésre, nyitottak lennének az Istenre, az evangéliumra, és őket folyamatosan hordozni imádságban. Különleges azt megtapasztalni, amikor az ige élővé válik, hogy megosztjuk a nehézségeket persze, meg az örömöket, imádkozunk együtt, dicsőítünk együtt, de ennél több van benne. Meg tudjuk osztani nem csak a nehézségeket, hanem a gyengeségeinket is. És azáltal, hogy mi ezeket napvilágra hozzuk, valahogy erejét veszti. A metodizmus az egy módszert jelent, tehát azt jelenti, hogy hiszünk a hitnek a módszerében. Tehát hiszük azt, hogy bizonyos olyan döntéseink, amit mi hozunk emberként, segítik a Szentléleknek azt a döntését, hogy minket Jézus Krisztushoz hasonlóvá tegyen. Tehát nyilván ezt a Szentlélek Isten eldöntötte, hogy Jézus Krisztust értünk adja, hogy ő meghal, és ez 2000 éve egy olyan tény, ami tőlünk független dolog. És az, hogy mi ehhez egyáltalán megértsük, hogy ez a hívás szól nekünk, ehhez szükséges a módszer. És ez pedig a döntéseink, hogy hogyan élünk. És ez a tanítványi csoport is egy elkötelezettség, ami beleilleszkedik a mi időrendünkbe, a napi rendünkbe, ami prioritást kap az életünkben, és ez segít nekünk abban, hogy Istennek adjunk prioritást.